A tornát átszelő főúton a biztonságos gyalogátkelés szinte lehetetlen. A belváros kivételével nincs kijelölt átkelőhely, pedig az út egyik oldalán parkoló van, a másik oldalon pedig bevásárlóhelyek. A lakók rendszeresen keresik meg a helyi önkormányzatot, és a közlekedési munkacsoport kezdeményezésére rövidesen megoldás születhet a problémára. Abszolút nem festék kérdése, nagyon komoly jogszabályi megfelelősége van ennek. Mondom, itt még ráadásul ugye a csatlakozó járda, kerékpárút, tehát ezeket is ugye tervezni kell, közműkiváltást, szabványos közvilágítást. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy az év végére már biztonságosan lehet majd közlekedni. A munkacsoport arról is tárgyalt, a nagy tömegű gépjárművek közlekedését tiltani fogja a város egyes területein. A város útjai döntően ugye a lakóövezeti utcák azok kétirányú forgalomra nem alkalmasak, illetve nem olyan alapzattal készültek, ami akár egy 40 tonnás szerelvény folyamatos forgalmát elbírná. Ezért született az az átfogó szabályozás, hogy a főutak kivételével a 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek nem hajthatnak be ezekbe a lakóövezetekbe, de természetesen úgy hoztuk meg ezt a szabályozást, hogy ez a mindennapi életet ne akadályozza, tehát akár a kommunális hulladék elszállítása, akár építőanyag szállítása, ez megoldott ezekben az utcákban, természetesen ilyen célra behajthatnak a járművek. Tolnán, ahogy a települések jelentős részében gondot okoz a parkolás. A szűk utcákban a megálló gépjárművek akadályozzák a biztonságos forgalmat, így több területen korlátozni fogják a megállást. Ezzel párhuzamosan elsősorban a közintézmények közelében parkolóépítési program veszi kezdetét.